Egy új sportág képviselői kezdik el ma este a bajnoki szezont itt Budaörsön. Jó estét kívánok a kedves nézőknek! Ez a sportág pedig nyilván önök is kitalálták a látványból. A kosárlabda, az NB2 közép B csoportjában a fehérmezes budaörsi csapat az FS Ese ellen küzd. Ez az FS Ese egyébként egy ferencvárosi csapat, annak a rövidítése Ferencvárosi Szabadidő Sport Egyesület. Temesvári volt az, aki a feldobásnál elhozta a labdát, aztán Radovics indítja az első budaörsi támadást. Miután ugye ez a bajnokság első mérkőzése, majd be kell számolnom arról, hogy kik távoztak, kik jöttek. De nézzük először Kőhalmi első próbálkozását, ez lejön. Az ellenfél 16-osa Pólik volt az, aki elhozta. Az ellenfélnél egyébként a ferencvárosiaknál játszik egy apa-fia is. Ilyenre elég kevés példa van az NB-s bajnokságokban, erről is beszélünk majd, ha lesz idő. Radovics Temesvárinak teszi vissza, 3 pontos kísérlet, lejön, és újra csak Pólik szedi le, hogy aztán útjára indítsa Muntánt 6-os számmal. Ő az a papa, akinek a fia is játszik, ő 22-essel, jól látom, most nincs a pályán a kezdő csapatban. Pólik kiteszi a 71-es számú csapattársának, majd megismerkedünk az ellenfél játékosaival. Radovics nyúl közbe, és így aztán marad az ellenfélnél a labda, legalább megúsztuk kosár nélkül. 17-es számmal Sipos Tamás az ellenfélnél. Az FSS-éről azt kell tudni, hogy hát a csapat javarésze Csikófogát már elhullatta, de nagyon jó hangulatú társaság szokott lenni, régóta játszanak együtt. Tavaly mind a kétszer megvertük őket a bajnoki szezonban, és hát nyilván ez a cél most is. 1 perc eltelt a találkozóból Muntán, messziről dobja el, Solti szedi le a labdát, a miénk irányítója, őt nagyon nehéz megállítani, ha elindul íme, jó a passza is, Temesvári az neki zicser, és be is dobja, Temesvári első duplájával 2-0 arányban vezet tehát a budaörsi gárda. Ebben a szezonban a legfontosabb változás az, hogy Radovics József mester, aki az elmúlt években az NB2-es gárdát irányította, nem vállalta tovább az edzősködést. Nem holmi probléma miatt, illetve hát probléma miatt, de ez kellemes probléma. Radó mester utánpótláskorú csapatai lejár közben a támadóidő. Szóval a Radó mester utánpótláskorú csapatai fantasztikusan szerepelnek. Rengeteg gyereket oktat a kosárlabdázásra. Sajnos Fügyszó után volt ez a pont, illetve ez a kosár. És nagyon sok gyereket oktat, így aztán egyszerűen nem jut ideje arra, hogy a felnőtt csapatot is vigye. Itt van a fia, akinél pont most van a labda, Radovics Ricsi. Tulajdonképpen ő az, aki most amolyan mindenesként irányítja a csapat életét. Temesvári labdája most kijön. A kispadon pedig Zborai Miklós, aki pótolja a Radovics mester. Hát pótolni talán nem pótolja, de megpróbálja pótolni, maradjunk ennyiben. Hiszen azért ne felejtsük el, hogy az idősebb Radovics fantasztikus játékos is volt, NB1-et megjárt játékos, ahogy a fia is egyébként, Radovics Rihárd. Egy jó betörés ott, és egy szabálytalanság az ellenfél részéről. Misek Márk volt az, aki kiharcolta ezt a faultot. Radovicstól kap egy pacsit, aztán Soltitól is. 2 dobhat Misek, a miénk 7-es számú játékosa. 2 perc 15 másodperc telt el a találkozóból, 2-0. Marad is, kipördül a kosárból a Laszti. Na, talán a második bejön. Az is lejön, viszont Misek visszaszerezheti, mondom én, de nem, mert hogy Radovics teszi föl a kezét, szabálytalankodott, így jön az ellenfél. Természetesen azt tudjuk, hogy a budaörsi csapat itt az NB2-ben abszolút amatőrökből áll, mindenki munka vagy iskola mellett kosárlabdázik, talán egy kicsit kevesebbet is edzenek annál, mint amennyit szeretnének. Hoppá, Radovics második személyi hibája, gyors egymás utánban. A miénknél 2 olyan játékos van, aki játszott az NB1 A csoportjában, Radovics Rihárd és Temesvári Zsolt, mind a ketten ott vannak a pályán, Temesvári 12-essel, ott védekezik most éppen az emberén. Sipos. Az egy jó bejátszás volt sajnos, de lejön a labda. Az ellenfél 16-osa próbálkozott, Pólik, nem sikerült neki. Misek, Kőhalmi, Solti, beleáll, csak dupla, ha bemegy, de bemegy, bravo.
Solti Dániel két pontjával, 4-0 az állás. Akkor, amikor 3 perc telt el, szabálytalanság. Az ellenfél 13-asa tört a kosára, Harsányi. Solti volt szabálytalan, a labda pedig szép bánatosan elgulorít mellettem, hogy aztán az egyik néző szedje össze és adja vissza. Dobhat tehát az ellenfél, Harsányi állott a büntető vonalnál. Megkapja Pohánka Balázs játékvezetőtől a labdát. A másik sípmester egyébként Nagy László, őt jól ismerjük, többször fújt már nekünk tévés meccsen is. Harsányi pedig bedobja az FSS-e első pontját. És mindjárt kiderül, bedobja a másodikat is, azt is bedobja, nagyon magabiztosan értékesítette a két büntetőjét. Solti, Radovics, játsza Kőhalmi, ez is hosszos letesul, rosszul jön le a labda a palánkról, illetve hát a gyűrűről, hogy pontosabb legyek. Untán teszi vissza Pólik, ez rövid volt, Kőhalmi, Radovics, Temesvári csinál egy cselt Pólik mellett, nagyon szép volt, Temesvári ezt remekül csinálta. A tavalyi szezonban is nagyon sok kosarat dobott, általában az egész meccset nem bírja végig, de amikor pályán van, akkor nagyon hasznos játékos. Most például nem tudott sajnos labdát szerezni, úgyhogy Harsányinak már 4 pontja van az ellenfélnél. Solti, 6-4 az állás, eddig nagyon élvezetes találkozót látunk. Soltit próbálja Sipos kiszorítani, illetve Fábián, bocsánat, Kőhalmi. Temesvári, Misek, 3 perc támadó idő, el kell dobni, fault, marad nálunk a labda, de hát igencsak kevés idő van már hátra ebből a támadó játékból, és az ellenfél 14-es számú játékosa Lantos érkezik a pályára, a 6-os számú Muntán Andrást váltja. Viszont miután dobás közben szabálytalankodtak Misekkel, így 2 dobhat. Sajnos a harmadikat hagyta ki eddig 3-ból. Radovics biztatóan adott neki egy pacsit, és úgy látszik, hogy ez a gyógy ír használt, mert hogy ez bedobta. Szerencsére én is játékba avatkozhattam, igaz csak lábbal, hiszen pont ide pattant volna a kameránk az a labda. Fábián teszi be a frissen bejött Lantoshoz. Nagyon érdekes frizurája van. Pólik. Temesvári őrzi ott, úgyhogy ki kell tennie. Eddig jó a védekezés, csak Radovicsnak vigyázni kell, vigyázott is. Ugye neki már van 2 személyi hibája. Óriási veszteség lenne, ha idő előtt kipontozódna. Solti. Továbbra is 7-4. 3-3 csapat személyi hiba. Mindkét oldalom. Misek. Ide magasra felugrott, Temesvári nem tudja leszedni, Lantos fordulhat. Bedobja. Lantos Balázs 7-6-ra módosítja az állás, már csak 1 pont, tehát az előnyünk. Nincs belemenés, Temesvári oda se nézett, úgy dobta be, jó a kosár, és még dobhat is Radovics egyet. Ezzel 9-6. Újabb csere lesz az ellenfélnél, 4-es számmal Darnai érkezik a pályára, illetve 9-essel érkezik Gergely, ő Pólikot váltja. 9-6 tehát, Radovics dobhat még egyet. Temesvári és Misek cserélnek helyet, Nagy László játékvezető pedig passzol egy pontosat Radovicsnak. Nincs szerencsénk nagyon a büntetőkkel ma, az viszont szerintem kint volt, így is van. A játékvezető is így látta. Marad nálunk a labda. Azt azért szögezzük le, hogy az első 5 perc arról tanúskodik, hogy picit idény elején még a forma itt is, ott is. Temesvári, bravo! Eddig ő a legeredményesebb, 6 pontja van már, és ezzel 11-6 az állás. Darnai. Tizenhármassal Harsányi, ugye
ő a legeredményesebb eddig az ellenfélnél a maga 4 pontjával. Solti támadja. Harsányi nem is tudja mellett elvinni. Hát csak 1 másodperc támadó idő és lejárt. De még a pont az jó volt, úgyhogy 11-8 az állás. Radovics, Temesvári. Temesvárinak az ellenfél 9-ese Gergely ütött oda egy nagyobb bacskát. Ő sem tartozik már a fiatal játékosok közé. Újabb cserék az ellenfélnél. Említettem, hogy ők idősebbek a mieinknél, így aztán többször változtatnak. Untár András jött vissza 6-ossal, fújt vagy 2 percet. 11-8 tehát az állás. Temesvári, akinek már van 6 pontja, még mindig 6 pontja van. Eddig összesen 1 büntetőt dobtunk be. Na talán megduplázzuk ezt. Úgy is van. Temesvári 7 pontnál jár. 12-8. Darnai. Még egyik edző sem kért időt. Muntán. Darnai. Vissza Muntának labdaszerzés. Mondom én, de mégsem, vagy igen. Nincs szabálytalanság, viszont letelt a támadóidő. Nem figyelünk oda. Így aztán a 6-os számú Gergely. Illetve bocsánat, Muntár duplájával 12-10-re módosul az állás. Mindenképpen hozni kéne ezt a meccset, mondanom sem kell. Radovics. Solti. Tripla. Ez is lejön. Azért is kéne hozni ezt a meccset, mert sokkal jobb csapat papíron a Budaörsi gárda. Másrészt pedig azért, mert egy jó szezon kezdet nyilván nagyon sokat jelentett. De egyelőre nagyon lelkes az ellenfél. Kérdés, hogy hogy fogják majd bírni erővel, hiszen ahogy említettem, jóval idősebbek. Muntán Erik érkezik a pályára. Ő a 6-os számú Muntár András fia. Szemüveges fiatalember, Nagy László játékvezető pedig szerelvényt igazít, ahogy a seregben mondanák, beköti a cipőjét. Közben csere volt nálunk is, 8-as számmal Csulics érkezett Kőhalmi helyére. Darnai. Muntár, nincs rajta senki, 3 pontos kísérlet, benn is van. Muntáron nem volt ember, és ezzel megszerezte az 5. pontját is már. És először vezet a mérkőzésen az ellenfél, 13-12 oda. Ott szabálytalanság volt bizony. Misekre fújják be, én megmondom őszintén fordítva láttam, de a játékvezető sokkal-sokkal közelebb volt nálam. Valószínűleg neki lehetett igaza. Temesvár és Nagy László játékvezető beszélik meg itt a eseményeket. A túloldalon mind a ketten voltak jóval magasabb osztályban már. Muntár, méghozzá az ifjabbik. Idősebbik. Darnai. Lantos. Ezt szépen passzolgatnak körbe-körbe. Lépéshibát fúj a játékvezető, nem is vitatja Gergely, fölteszi a kezét. Marad a 13-12 az ellenfélnek, akkor amikor 2-28 van még hátra az első negyedből. Solti. Radovics. Temesvári. Solti. Megint beleáll, és ez most be is megy. Solti Daninak is a második duplája volt már ez, úgyhogy 4 pontnál jár. Újra itt az előny, 14-13, Darnai. Megpróbálja egyedül bevinni, Gergely zár neki. Fábián. Bocsát, Lantos. Soltinak passzol. Solti pedig szépen viszi el a labdát. 3-2-ben. Az jó, bravo! Csulics bejött, és a második akcióból dobott is egy kosarat. Kellett hozzá Radovics zárása, és Solti remek megindulása. 16-13. Újra 3 pont a különbség. Lantos. Muntár megint egyedül van, és megint bedobja a 3 pontot. Muntár már 8 pontnál jár. Gondolom sem kell, hogy ő a legeredményesebb az ellenfélnél. Az állás pedig ezzel 16-16.
Solti pedig azt mondja, hogy még egyszer. Valószínűleg előbb tetszett neki valami, Temesvári, vagy épp az, hogy nem sikerült. És hát, ha most összejön, Csulics jön be középre, elviszi az ember mellett. Nem tudom, hogy megadják-e még a kosarat, mindjárt kiderül. Az, hogy Csulics dobhat kettőt, az nem kérdés, újabb csere az ellenfélnél. Nem adták egyébként meg a kosarat, tehát hamarabb. De megadták, jó van. Most változtatja az eredményjelzőt. Versenybíróság 18-16 ezer ide, és Csulics Bálint egyet még dobhat is. Hatossal pedig a miénknél Kuruc Gergely a pályán. Szokás szerint beteszi a fogvédőjét. Temesvári Zsolt helyére jött be. Így de szépen kiemelt labda volt pedig. Nagyon jó volt az íve, de picit túl hosszú volt. Darnai! Lantosból, hát mondjuk úgy, hogy kiszakadt egy indulatszó. Szépen akarták játszani. Vannak nagyon érdekes és jó megmozdulásai a ferencvárosiaknak. Akik Ferencváros ide vagy oda kékben játszanak, nem zöldben. Kuruc, de szépen csinálta! Kuruc Gergely első megmozdulása mindjárt kosarat eredményez. 20-16, bőven belül vagyunk az utolsó percen. Darnai, erre a támadásra még mindenképpen van idő. Pólik, Muntár, rá vigyáznunk kell, Kuruc kíséri, és jól teszi, hogy kíséri. Az meg labdaszerzés, Csulics szedte le. Solti, van még 24 másodperc, úgyhogy bőven befejezhetjük az akciót. Annál is inkább, mert a támadó időből még 15 van hátra. Solti ilyenkor azt szokta csinálni, hogy játszadozik, és amikor 5 másodperc támadó idő van, akkor megindul. Hát most nem ezt tette. Most oda tette Miseknek. Sajnos. És ez a 3 pontos nem megy be, úgyhogy 20-16-tal zárul az első negyed itt az idényitón, akkor rövid szünet, aztán jövünk a második negyeddel. Kifigyeltem itt a kis szünetben, hogy melyik csapatnál ki az edző, hiszen Zborhi Miki, aki a miénk mestere most, egyúttal a jegyzőkönyvet is vezeti, úgyhogy a budaörsi csapatnál elsősorban Radovics Ricsi az, akire a többiek odafigyelnek, az ellenfélnél pedig a 6-os számú Muntár András tűnik amolyan játékos edzőnek. Itt meg Pohánka Balázs játékvezető, aki mindjárt játékba hozza a labdát, azzal, hogy odaadja Siposnak. Az első támadás tehát az ellenfélé. Harsány, az elején volt 4 pontja, aztán szerencsére egy kicsit eltűnt. Lábon dobja ott a mieinket Fábián. Solti. Egyel kevesebben mind a két csapatból, mert még ott heverésztek. Fábián és Radovics most értek vissza. Solti. Nagyon messziről áll bele, és nagyon rövid. De ez még így jó lehet. Szabálytalanság az ellenfélnél. Egyelőre még senki nem vállalta magára, de végül is a 17-es számú játékosnak, vagyis Siposnak fújják be. Kuruc fogja elvégezni a büntetőket. Volt egy nagyon szép kosara az első negyedben, rögtön azután, hogy bejött. Na, ez is benn van. Sok bajunk volt a büntetőkkel az első negyedben, reméljük, hogy a folytatásban már kevesebb lesz. 2-ből 2, ráadásul nagyon magabiztosan. Kuruc 4 pontos, és 22-16, az eddigi legnagyobb különbség. A labda meg elsurran. Sipos megy utána, és adja Pohánka játékvezetőnek. Pólik. Sipos. Harsányi. Muntán. Kuruc nagyon jól védekezik rajta megint. Pólik. Az a dobóhelyzet, de kimarad. Az ellenfél 17-ese Sipos hagyta ki. Radovics! Na most nagy különbséggel elmehetünk, ha ezt bedobjuk. Visek. Elviszi két ember között, és bedobja. Bravo. Visek Márknak büntetővel nem nagyon ment. Ez a betörés, ez az egyéni játék viszont úgy látszik ízlik neki. Kivezeti a labdát az ellenfél kezéből, nagyon lelkesen utána is vetődik. Sajnos már csak a vonalon túléri el, aztán elnézést kér ott valakitől, lehet, hogy összeakadt a lába esés közben valamelyik kékmezessel. Sipos.
Untár. Kuruc védekezik rajta, és megint jól védekezik. Ugyan szabálytalanságot reklamál az ellenfél hatosa, szerintem is az volt. Mehet tovább, Kuruc. Visszaadja a játékvezető, gyorsan a labdát, lépéshibát fúj. Ötös számmal Bánsági a pályán. Ha jól emlékszem, ő az első negyedben nem volt fönt. Ő sem tartozik már a tinédzserek közé. A kosárlabda azért nagyon jó sport, mert aki kosárlabdázik, az általában megszállottan szereti ezt a sportágat, és hogyha jól karban tartja magát egy sportoló, akkor így NB2-es szinten akár 50 éves korában is simán eljátszhat. Radovics, Solti, hát ő még hál' Istennek nagyon messze van az 50-től. Nagyon fürke Solti Dániel, Csulics vissza Radovicsnak, Misek a túloldalon, tripla, és nem jó. Harsányi szedi le a labdát, aztán Bánsági. 24-16, 8 pont állt a különbség. De szépen forgolódott ott. Hú, Sipos Tamás első duplája, egy nagyon szép játékot követően született meg. Ez a 24-18 egyelőre életben tartja a reményeit az ellenfél gárdája. Nálunk pedig hamarosan valószínűleg kettős csere lesz. Solti, Radovics. Ő is beleáll egy triplával, de ez is rövid. Csulics, Solti, Radovics, Misek. Boxolás, és indulhat Sipos. Belemelés szagú volt, ez pedig még Bánsági sem éri el, aztán majdnem lerúgja itt a labdával Pallai András operatőr kollégánkat, de szerencsére jelentem, a kamera is és a kezelője is megúszta ezt a támadást. Kuruc Gergely kapja meg Nagy László játékvezetőtől a lasztit, és indítja el a játékot. 7 perc, 10 van még a második negyedből. Csere volt nálunk, 13-asra Zelenyák jött be. És Temesvári is visszajött. Három ember között kísérletezik. Szemrehányóan néz a bíróra, mehet tovább, Harsányi. Hát nem tudom, hova fújja. Csulics úgy állt ott, mint egy oszlop, már pedig egy oszlopnak neki menni még kerékpárral is butaság. Ha van belemenés egy játékban, szerintem akkor ez az. Minden esetre a személyi hibát a miénk 8-as számú játékosának húzzák be. 24-18. Nem érzem egyébként, hogy sok baj lenne a játékvezetőkkel eddig ezen a mérkőzésen. Korrektül, tisztességesen fújnak. És megpróbált az Elenyák eljátszani a belemenést. Azt mondja a játékvezető, hogy az egész budaörsi csapatra vonatkozik, hogy a következő dumánál büntetés lesz. Csulistól kapja vissza Solti. Szépen lassan hozza föl, aztán megpróbál gyorsítani. Kijön a labdája, de összeszedi a lepattanót. Zelenyák nagyon nagyot sikoltott, és ennek ellenére ellene fújnak a játékvezetők. Hát igen, bejött és rögtön összeveszett két bíróval, és ezt ritkán szokták szeretni, azért ezt lássuk be. Most pedig cipőkötés miatt áll a játék. És jöhet az ellenfél. Fábián. Harsányi. Vissza Fábiánnak, Sipos zár neki. El is dobja az Elenyák mellett, de ez nagyon rossz dobás volt, inkább passznak lehetne nevezni, bár nem annak szánta. Ajajajaj. Feldobás lesz, jól látom? Nem. Csere lesz az ellenfélnél, jön vissza 9-essel Gergely. 24-20 az állás. Kicsit kaotikus volt most a játék. Pólik ül le, az ellenfél 16-osa. Miénk a labda. Solti. Kurucot hívja közelebb magához. Temesvári zárott egy nagyon-nagyot. Aztán elviszi Gergely mellett. Nincs szabálytalanság, Zelenyák összeszedi. Nem tudom. Azért már nagy birkózások vannak. Szerintem
kicsit többet kéne sípolni lassan. Harsányi, Bánsági, Sipos, szép játék eddig. Csulics kíséri, hiába. Sipos Tamás második betörés után szerzett kosa, és 8 pontról 2-re zárkózik fel az ellenfél. Nem adják olcsón a bőrüket. Solti. Az is lejön. Fábián. Kiegyenlíthet, sőt, 3 pontossal a vezetést is átveheti az FSS-e. Bánsági ott az a 3 pontos, de lejön. Zelenyák kicsit elaludt most. Az első időkérés, azt hiszem, hogy a legjobbkor döntött úgy Borai Miklós és Radovics Rihárd, hogy időt kér, hiszen 8 ponttal vezetünk, már csak 2-vel vezetünk, és hát kicsit vitatkozgatunk a bíróval, nem megy a kosárdobás. Ha valamikor, akkor most tényleg nem árt egy kicsit szusszanni és átbeszélni a dolgokat. Addig hadd mondjam el, hogy érkezett 3 új játékos a csapatba. Sajnos őket most nem látjuk a pályán, mert hogy az igazolások még nincs teljesen rendben, nem készült el így pontos. De közöttük van olyan is, aki az NB1-es csapatokat is megjárta már, Bejan Mladenovic, aki a budaörsi serdülő csapat edzője lett, és egyúttal játszik is a felnőtteknél, majd az A csoportban, vagyis az NB1-ben játszott Jászberényben és Körmenden is komoly erősítés. Aki viszont elment, az Antal Ádám. Ő tavaly 4-es számmal játszott, ha emlékeznek rá, az egyik kedvencem volt, nagyon lelkes, magas szőke, fiatal ember. Kiderült, hogy fölvették egy színi akadémiára, tehát színművész lesz Antal Ádámból. Reméljük, hogy hamarosan Dobogó című műsorunknak is vendége lehet majd, mert olyan kvalitásokat árul el a színművészi pályán. Na minden esetre ő nekem egy kicsit hiányzik, de hát nyilván érthető, hogy a tanulás most fontosabb lett egy picit nála a sportnál. 24-22, tehát az alapvonalról jöhet az FSS-e gárdája. Fábián. Gergely. Harsányi, Zelenyák mellett elviszi. Nagyon rövid volt ez a dobás. És miénk a labda? Kuruc szerzi meg. Harsányi mellett viszi el. Eddig jó. Csulics. Solti. Zelenyák. Temesvári. Hoppá. Még nem volt pont kétszer indulás. Solti. 5 másodperc támadóidő. El kell dobjuk lassan a labdát. Solti. Te szépen vitte végig, Solti Dani. Kár, hogy nem volt szabálytalanság, de kezdődik újra. Solti. Na, most van szabálytalanság. Csulicsot Bánsági ölelte át. Ez ezúttal nem a szeretet jele volt nála, csak meg akarta akadályozni a miénket a pontszerzésben. Csulics Bálint tehát kiharcolt egy szabálytalanságot. Zelenyák. Solti. Tripla. Egyelőre még nem nagyon jönnek be a triplák, sőt egyáltalán egyet se dobtunk még ezen a meccsen. Ez a szezon első meccse. Nyilván erre is visszavezethető ez a dolog. A miénk a héten játszottak egy Hepkupa mérkőzést. Szabálytalanság. Csulics teszi fel a kezét. Szóval játszottak egy Hepkupa mérkőzést a Budakeszivel, amelyik sokkal jobb edzettségi állapotban van, hiszen hetente 5-ször edzenek. És nagyon sok NB1-s játékos alkotja azt a csapatot. 10 ponttal kaptak ki. A miénk, ami azt mondta Radovics Ricsi a meccs előtt nekem, hogy ami jó eredménynek számít, hiszen gyakorlatilag osztálykülönbség van a két csapat között, meg edzettségbeli különbség is. Harsányi, eddig 4 pontja volt, és még mindig annyi van. Nagyon szép Nike cipője van, sok színű, valószínűleg ilyen egyéniség is ő, de ezt nem tudjuk, hiszen nem ismerjük. Viszont a büntetőkkel hadilában áll, 2-ből semmi. Solti! Lantos támadja, kicsit ilyen rasztás frizurája van. Lehet, hogy Regi kedvelő. Temesváritól kapja vissza Solti. 5 másodperc támadóidő. Jól védekezik most az ellenfél. Solti! És ez is lejön. Solti Daninak ezek az egyéni játékai beszoktak menni. De hát mondom, ez a szezon első meccse. Még nem pörögnek azért úgy, ahogy kéne. Egy de nagy mentés volt, mondom én, de nem volt nagy mentés.
hiszen Harsányi akkor ért bele a labdába, amikor az már leszálló ágban volt, hogy aztán végre-végre dobunk egy pontot, illetve kettőt, vagy mégsem. Egyelőre minden esetre nem változott az eredmény az órán, lehet, hogy mégis későn volt, illetve hogy mégis időben ért bele az ellenfél védőjátékosa. Miénknél még Horváth Norbert ment el, aki tavaly nagyon sok pontot dobott, egy nagyon lelkes, nagyon jó játékos. Kaposvárra költözött haza, ott játszik és ott is edz. Németh Dániel jött még, aki 4-es számmal fog játszani, ha beáll, itt van minden esetre. Egy fiatal játékos, szombathelyi nevelésű, alig több a 20 esztendőnél. Jött még Glac Tamás is a Maléftól, ugye a Malév elleni tavalyi mérkőzésünket közvetítettük, játszott is ott Glac. Pilóta egyébként, Budakeszin lakik, és úgy döntött, hogy neki jobb itt Budaörsön, mint kijárni a Ferihegyi edzőpályára. De most ő sincs itt. Az időkérés után folytatódik majd a mérkőzés. Most kékmezesek valamit keresgélnek. Az Elenyák kapott egy pacsit Bánságitól. 24-22, tehát az állás. Darnai. Solti megy neki. Muntár zárt egy nagyot Darnainak, ő pedig kihasználja a lehetőséget. Újra egyenlő az állás, 24-24. No, és akkor módosítom az előző mondandómat. Solti Dani előző dupláját mégis megadták. Most már látom a változtatást. A táblá 26-24, tehát az állás. Zelenyák, Temesvári, ez is lejön. Egyszerűen nem mennek a három pontosok. Muntár, de nagy lendülettel megy. Hoppá! Ő is mosolygott egy jó saját magán, minden esetre megmentette a labdát. Nálunk Kőhalmi fog visszajönni hamarosan. Gergely. Megpróbál megfordulni. Temesvári remekül védekezte le. Szabálytalanság volt. Miénknél 9-essel új játékos a pályán, Mogyorós Bence, mármint ezen a meccsen új, hiszen itt volt ő tavaly is ebben a csapatban, sőt többször játszott nagyszerűen. Egy nagyon csinos fiatal hölgy érkezett a pályára, ő adta oda Nagy Lászlónak a labdát. És oda megy az ellenfél szurkolóihoz, ezek szerint FSS-e érzelmű. Solti levadászta vég Mogyorós magas labdáját, Radovics. Temesvári. Ez hosszú volt, de Magyaros Bence leszedi. Kőhalmi nem áll bele most a triplába. Solti el kell dobni, mert lejár. Temesvári eldobja. Áj. Nagyon rossz a dobó százalékunk. Ha jobb lenne, akkor nagyon vezetnénk már. Így viszont átveheti a vezetést. Az ellenfél szerencsére nem teszi. Muntár labdája ezúttal lejön. Solti. Lantos szabálytalankodott vele szembe, Solti Dani megpróbált elhúzni mellette, igaz, ki is tette egy kicsit az evezőit, így aztán biztos volt, hogy vagy elmegy, vagy lefújják szabálytalannak. Kosárlabdában ugye nincs előnyszabály, hivatalosan azért néha alkalmazzák a játékvezetők. Radovics. Solti. Két pontos budaörsi vezetésnél. Temesvári. Kőhalminak zárt, aztán Magyarolcs, ez sem egybe, ez is tripla lett volna. Antos nagy lendülettel. Jó volt a védekezés, csak picit szabálytalan. A miénk 15-ösénél Kőhalmi Balázsnál fújják be. Antos dobhat tehát kettőt. És azzal a kettővel, ha mind a kettőt bedobja, ki is egyenlít. Az első az bent van. Lantos Balázsnak ez volt a harmadik pontja. Ez meg a negyedik. És ezzel az állás 26-26. Akkor, amikor 1 perc 40 van a fél időből. Solti. Kőhalmi. Radovics, Temesvári visszaradónak lépésében.
Radovics mutatja, hogy igen, én hibáztam. Solti ezért megdicséri, kap egy pacsit. De sajnos vezethet az FSS-e. Darnai, Bánsági fut mellette. Lantos. Pulik. Lantos, három pontos, ez vezetbe megy. Lantos először próbálkozott triplával, az ő szempontjukból jól tette, hiszen ezzel először a mérkőzésen egynél több ponttal vezet az ellenfél, egész pontosan hárommal, 29-26. Solti, az utolsó percen belül vagyunk a fél időben. Kicsit döcög a támadó játék, bár ez nagyon szép megoldás volt. Temesvári, jó a kosár, 9 pontnál jár, és még dobhat is egyet. Reméljük meg lesz a tizedik, és akkor azzal ki is egyenlítenénk. Talán Temesvári Zsolton érződik legkevésbé a nyári kihagyás. Még akkor is, ha ez rövid volt. Maradt tehát a vezetés az ellenfélnél, 29-28, Bánsági, Huntár kéri benn, aztán inkább Darnait választja, Pólik pedig azt mondja neki, hogy játszunk. Sok idejük már nincs rá, hiszen 10 másodpercen belül, aztán ráadásul egy nagyon rossz passz. Nem értették most meg egymást. Solti kezében a labda, aztán Radovicsnak hagyja. Solti. Éles! 22 másodperc a fél időből. Jó lenne kosarat dobni, hogy vezetéssel menjünk el pihenőre, Magyarós. Úgy van! Az első tripla a lehető legjobbkor érkezett, hiszen ezzel 31-29, vezetünk 2 ponttal, van még 10 másodperc a fél időből, ez kosárlabdában bőven elegendő egy támadásra. Temesvárinál fújják be a fautot, összepacsizik Temesvári és Pólik. Igen, ilyenkor mindig lehet vitatkozni, hogy beleült a támadó a védő ölébe, vagy a védő tologászta őt hátulról. 2 másodperc. Kosárlabdában az a szabály, hogy akkor kezdik mérni az időt, amikor az első pályán lévő játékoshoz kerül a labda. Most Bánsági eldobja, hosszú, Temesvári pedig leszedi. 31-29 tehát ide a fél időben. Egyelőre nagyon jól tartja magát az FSS-e gárdája, de azért vezetünk. Itt a helyszínen 10 perc szünet, a televízió műsorban annál kevesebb, és aztán jövünk a második játék résszel. Ebben a pillanatban elkezdődik a második játékrész. Huánka Balázs játékvezető kezében még a labda, de ő nem fog kosárra dobni vele. Ebben egészen biztos vagyok, inkább odaadja Muntárnak, aki játékba hozza majd azt. Fábián. Harsányi. Nagyon szépen fordult meg Magyarós mellett. Bence pedig nemes egyszerűséggel fölrúgta. Szerencsére nem esett el a ferencvárosi játékos. Újra kezdődik a szabálytalanságok számolása. Egy csapat személyi hiba van a mieinknél. Azért van ennek jelentősége, mert 5 fölött bárhol, bármilyen szabálytalanság esetén dobhat a vétlen csapat. Mármint büntetőt. Kőhalmi, Radovics. Ott is egy szabálytalanság, úgyhogy 1-1. Radó meg a kígyótérről dobja el. Majdnem be is ment egyébként. Ugye csak Pohánka. Kőhalmi mellett. 31-29, 2 ponttal vezet tehát itt a második játékrész elején a budaörsi csapat. Magyaros, Kőhalmi, Radovics, Kőhalmi, hagyja, hogy kimenjen, hiszen Fábián beleért. Viszont már csak 5 másodperc a támadó időből, nem lesz sok idő a vacakolásra. Radovics eldobja, muszáj volt, nem sikerült. Lehet az ellenfél, Sipos. Megőrzi. Úgy pedig Misek kőkeményen támadtam.
Fábián, aztán Harsányi. A kosár jó, és még Harsányi dobhat egyet. Fél tucat pontnál jár. 31-31. Muntár az idősebbik, most az edzői széken ül, és onnan harsok, hogy maradjatok ott, beszéljétek meg. Hát nyilván arra számít, hogy ha netán nem megy be a kosár, akkor gyűjtsék össze a lepattanót, de hát nem tudják, mert Temesvári a leggyorsabb, és ő ugrik a legjobban. Radovics! Temesvári egyébként remekül játszott az első játék részben. Most egy kézzel varázsolja le a levegőből a labdát. Mindenki ugrott hiába. Harsányi, ő nagyon fiatal az ellenfél, nem annyira fiatal csapatában. Muntár, ő a másik fiatal. Említettem az első félidőben, hogy apa fia a két Muntár. A pontszerző pedig Sipos. Ő is 6 pontnál jár, és újra vezet az ellenfél. 33-31, eltelt több mint másfél perc, de még nem dobtunk kosarat a második félidőben. Solti Dániel áll fel a kispadról, hamarosan vissza fog jönni Temesvári, Radovics. Azt fújja a játékvezető, hogy nem volt szabálytalanság, Radó kilépett a labdával. Mogyorós helyett jön vissza Solti a pályára. Az egyik budaörsi szurkoló itt a hátam mögött kicsit szemrehányóan szólt a miénknek, hogy hajtsátok már le őket. Hát igen, egyelőre még az átütő erő hiányzik, nyilván ezért is vezet az ellenfél, és vezethet még többel, ha ez bemegy, Harsányi bedobja. Ráadásul ez tripla volt, úgyhogy 9 pontnál jár, először vezet 5-tel az ellenfél, 36-31. Solti, Harsányi jut oda egyet, eredetileg a labdára szándékozott pacsizni, de egy picit eltalálta Solti Danit is. Kőhalmi, Solti, kiütik Temesvári kezéből, szemrehányóan néz oda Soltira, hogy komám, hát hogy, milyen passz volt ez. Hát ez szerintem nem lehetett más, csak belemenés, játékvezető is így látja. Misek Márkot borította föl Harsányi, nem is nagyon vitatkozik az ellenfél 13-asa, mondjuk ezen nem is nagyon lehetett. De hát a BDS-ének most kosarat kéne dobnia. Kőhalmi, Solti. Őszintén szólva nekem kicsit hiányzik Radovics mester, biztos vagyok benne, hogy néhány keresetlen szóval már helyre tette volna a fiúkat. Az jó. Misek a kosárszerző. Harsányi. Misek 5 pontos egyébként. Huntár. Pólik. Harsányi. Opa! Jajjaj! Az előbb ott elesett valaki, és szegény Harsányi ott marad lent. Nézzük Soltit. Nincs szabálytalanság, viszont most megállítják a játékvezetők. Az előbb ott, ahol most Harsányi ül, és hát fájdalom van az arcán, lecsúszott az egyik játékos, és hát valószínűleg az izzadságnak még nem volt ideje ott felszáradni, és az előző kitámasztásnál ott csúszott tovább Harsányi szép sárga cipője, és hát nem is tudom, a térde fája vagy a bokája, talán inkább a térde, de szerintem vissza fog ő még jönni, csak pihen egy kicsit. Nagyon remélem, hogy megúszta a sérülésnek. Annál is inkább, mert Harsányi volt az ellenfél legeredményesebb játékosa. 9 pontnál járt már. Reméljük, visszajön még a pályára. 36-33 az ellenfélnek, ez mondjuk nem olyan jó hír. Fábián. Muntár. Mondjuk legyen Muntár 1, és a fia Muntár 2. Pólik, csak beleáll a triplába. Tehát ez nagyon rossz dobás volt. Radovics. Kőhalmi. Szegény Nagy László játékvezető alig tudott előle elslisszanni. Újabb tripla, ezben van! Jól van, Dani! Ő is 9 pontos, 36-36, mint egy falat kenyér, úgy kellett most ez a tripla. Most Sipos irányít, ilyen nem sűrűn volt az első félidőben. Muntár 1. Pólik. Újra csak Muntár 1. És be is dobja. Muntár egész biztos nagyon jó játékos volt, hát mondjuk egy másfél évtizeddel ezelőtt,
minden mozdulatán látszik az, hogy tudja, mit akar, és meg is tudja csinálni. Misek. Rövid. Újra elmehet sok ponttal az ellenfél, Sipos. Megvárja Muntárt. Misek. Jól védekezett ott. Most viszont van dobóhelyzet. Rövid volt. De szabálytalanságon, és itt Solti Dani esik össze itt előttünk, nem tudom, hogy mi történt vele, a térdét fájlalja, nagyon remélem, hogy nincs különösebb baj, mert ő aztán tényleg nagyon kell ebbe a csapatba. A játékvezető kérdezi, hogy mi van, Temesvári megpróbálja fölsegíteni. Megkérdezték tőle a kispadon, hogy cseréljünk kicsi, azt mondta, hogy majd mindjárt meglátom. Közben itt többen próbálják az izzadságfoltot. Na, talán önök is látják, most ezek azok az izzadságfoltok, amin nagyon könnyű megcsúszni, amin az előbb sikerült is Harsányinak, aki egyébként a bordásfalnál próbálgatja a lábát. Solti Dani viszont úgy látom, hogy tud maradni. Ennek szívből örülök. 38-36 az ellenfélnek. Huntár egyel szabálytalankodtunk, úgyhogy dobhatja a büntetőket. Három pontos dobás közben fautoltuk, tehát nem is kettőt, hanem hármat dobhat majd az ellenfél hatosa. A szélső azt nagyon-nagyon magabiztosan bent van, 11 pontos ezzel. A második is bent van, egy tucatnál jár már pontban. Na, szagy már ki, légy szíves. Ezt is bedobja. 13 pontos, 41-36 az állás. Most talán lefordulhatunk, Kőhalmi. Radovics kéri vissza. Úgy van, szép volt Radó. Radovics második duplája volt, tőle is egy picit több pont kellene. Az megint egy belemenés, mert egy ilyen után csúszott el ott Harsányi. Lantos ugyan érdeklődik, hogy ez miért volt az, játékvezető pedig közlővel, hogy azért, mert csak. Igazából nem is kell megmagyarázni neki, de aztán Póliknak csak elmondja, hogy mi történt, de miénknél meg ott van az önkéntes takarító brigád. Most már ugye az előbb láttuk, hogy mit jelentett egy ilyen izzadságfolt. 41-38, egy triplával kiegyenlíthetnénk, de hát hol van ez a dupla? Most előkerül egy rongy is. Zelenyák a föltörlő kislány ezúttal. A miénk 13-asa picit megváltoztatta a hajviseletét a nyári szünetben. Elől nagyon rövidre nyíratta, most amolyan gomba frizura az övé. Kőhalmi. 5,5 perc van a harmadik negyedből. 3 ponttal vezet az FSS-e, a BDS-e csapata ellen. Solti. Temesvári. Újra csak Solti. Misek. Az szép volt! Bravo már! Olyan lassan szállt a labda, hogy azt hittem sose érje el a hálót, de elérte. Úgyhogy a miénk hetese is 7 pontnál jár már. Bravo, Solti Dani! A játékvezetőt is igénybe vette, de szabályos, gyönyörű volt. Solti Dániel bedobja a 10. és a 11. pontját. Na, ezek azok a megindulások, amikből tavaly nagyon sokat csinált, és amik most is nagyon kellenek majd ebben a szezonban. És ezzel visszavesszük a vezetést, 42-41 az állás. Jó, de kellett most ez. Az ellenfél csapata kér időt, nálunk pedig Zborai Miklós ülteti le a csapatot, meg körülveszik a fiúk. Misek már megtapsol mindenkit. Azt mondta Radovics Rihárd nekem a mérkőzés előtt, beszélgettünk, hogy igen szerencsés a sorsolásunk, hiszen az első 5 fordulóban csupa olyan ellenfél következik, akiket mindenféleképpen le kell győzni. És a 6. fordulóban, mire összeérik már a csapat, mire az új igazolások, akik között, ahogy mondtam, volt remek NB1-es játékos, és van Mladenovic személyében. Szóval mire ők összeérnek, addigra jön a 6. forduló, és jön az első igazi nagy csúcsrangadó. Amit, hogyha megnyernek a miénk, akkor akár a bajnoki cím is összejöhet majd. Azt mondta egyébként Radovics, hogy nincs semmilyen elvárás. Érezzék jól magukat, játszanak jól, és hogyha összejön a győzelem a végén, akkor összejön.
ha csak harmadik, negyedik lesz a csapat, akkor pedig csak harmadik, negyedik lesz a csapat, akkor sem dől össze a világ. Ne felejtsük el, még egyszer mondom, hogy itt csupa olyan fiatal emberről van szó, akik dolgoznak vagy tanulnak még. Darnai, Muntár, Gergely, senki nem zavarja, úgyhogy beleáll és be is dobja. Gergely első duplája volt ez, sajnos ezzel újra vezet az ellenfél, méghozzá 43-42-re. Solti, Radovics, Temesvári, Solti újra, három pontos, lejön. De Misek összeszedi, nagyon hasznosan játszik Misek Márk. Megpróbált ott a falon keresztül menni, nem sikerülhetett. Na most mi van? Az a helyzet, önök most jobban látták, hogy mi történt. Előlem pont Lantos takarta itt a kilátást. Már azt láttam csak, amikor Gergely tápászkodott föl Misekről. A játékvezetői... Aha, miénk marad a labda. Összepacsizik Gergely és Misek. Mondom, én nem láttam, hogy mi történt. Valószínűleg önök látták, hogy hogyan kerülhetett az ellenfél 9-ese a miénk 7-esének hátára. Miután megvan az öt csapat személyi hiba, ezért Misek Márk dobhat 2-t. Lejön az első. Közben az ellenfél oldalvonalánál Bánsági még mindig az előző esetet magyarázza a játékvezetőknek. Sajnos Misek mindkét büntetőt kihagyja. Nem idézném, hogy mit mondott. Inkább csak körbeírnám, arról beszélt, hogy Misek a tomporával helytelenkedett, és emiatt került rá Gergely, aki most elront egy dobást. Misek Márk meg leszedés, három ember között indít, bravo! Solti, nagy lendülettel, Temesvári neki a zicser, be is dobja. Illetve hát ez nem csak neki zicser, másnak is, de azért nagyon kellett, hogy Temesvári ne hibázz el, hiszen így újra mi vezetünk, 44-43, 3 perc 50 van még a harmadik negyedből. Darnai. Öt másodperc támadó idő, Gergely, Lantos. Szabálytalanságot fújnak a mieinknél. De miután ez még csak a negyedik csapat személyünk volt, ezért az alapvonalról jönnek. Aztán mindjárt újra hibázunk. És ezzel megvan most már nálunk is az öt személy. Úgyhogy Darnai dob. Az ellenfél négyesének eddig két pontja van. Még mindig annyi. Ez viszont szép. 44-44. Viszonyatosan szoros mérkőzés. Kővári a túloldalon üresen. Szép játék! Bravo! Radovics és Kővári összjátéka. Kővári, bocsánat. Kőhalmi természetesen, elnézést kérek tőle. Úgy látszik, hogy a kommentátor is idényelei formában van. Nem csak a játékosok. Gergely. Darnai. Nincs szabálytalanság. Bravo! Most viszont kell, hogy legyen szabálytalanság. Gergely volt az, aki utána nyúlt az indulni szándékozó Miseknek. Fölteszi a kezét, bár kis értetlen. Valami olyasmit mondott Gergely, hogy azért ennyire gyors nem vagyok. Gondolom arra utalt, hogy ha utána is nyúlt, az nem szándékosan történt. Végül is mindegy is, 46-46, csak be kéne most már dobni a büntetőket. Misek Márk. Akcióból remekül megy neki, jól is védekezik. Na, jó van. 7 pontos. 47-44. Az is benn van. 4 pontos előny a Budaörsnél. Darnai, Muntár.
Amikor a fia nincs benne, akkor nem mondom, hogy egy vagy kettő. Sipos, lejön a labda. Csere lesz az ellenfélnél, Bánsági fog bejönni, ötös számmal. Radovics, aztán Solti. Solti remekül viszi el Lantos mellett, csak nem nagyon tudott mit kezdeni vele. Temesvári. Solti. Misek. Remekül indul be Radovics. Kőhalmi, három pontos, jól van! A Sippal egy időben, vagy a Dudával egy időben. Kőhalmi az előbb duplázott, most pedig triplát ért el. Nagyon kellettek most a pontjai, hiszen ezzel újra hattal vezetnek a mieink. Bánsági, Darnai. Jó lenne most már ezt az előnyt megőrizni. Nem nagyon akarja az FSS-e feladni. Muntár, Lantos, Darnai. Nincs szabálytalanság, marad nála a labda. Solti ér bele. Szerintem faul nem volt, csak kiütötte. Aztán a játékvezetőnek magyarázza el, hogy szerintem itt kellett volna fújni. Muntár. Gergely zár neki. És először hagyja ki talán az ilyen könnyű helyzetet. Misek pedig, ajajajaj, Gergelybe fenekelt bele. Kőhalmi ez most lejön. És Gergely ott maradt elől. Meg is kapja a labdát. Bravo, mekkora sapka volt ez! Misek! Gergely megpróbálta eldobni, és Misek valahonnan a kígyótérről odarepült, és felülről ráütött a labdára. És ráadásul tette mindez szabálytanul, gyönyörű, ezt hívják sapkának a kosárlabdában. Gergely. Szerintem most belemozdult Soltiba, mehetett tovább, kettő pont. A játékvezető megint arra figyelmezteti a játékosokat, hogy kicsit kevesebbet kommunikáljanak vele, mert hogy a következőnél már technikai lesz. Solti. Lampos próbálja támadni, Temesvári. Most nagyon figyelnek már rá, az elején alaposan megszórta magát, Radovics. Újra Solti. Misek. Itt szép volt ez. Aj, de micsoda kosár! Temesvári! Mindenki feje fölött átdobta a labdát. Azt hittük először, hogy ki fog menni a légtérbe, ám aztán egyszer csak elkezdett hullani, hogy pont a kosárba szálljon aztán alá. Temesvári most szabálytalankodik, de azonnal föl is teszi sportszerűen a kezét. 13 pontnál jár már. 53-46 a mieinknek. Ez már akár megbízható előny is lehetne. De ne felejtsük el, hogy ez most kettővel csökkenhet, hiszen az idősebbik Muntár eddig nagyon magabiztosan dobta a büntetőket. Ezt is. 14 pontos. Nyilván mondom se kell, hogy ő a legeredményesebb az ellenfélnél. Pontos. Csere lesz. Harsányi jön vissza. Ezek szerint szerencsére nem volt súlyos a sérülése az előbb. 53-48. Letámadnak most. Kőhalmi. Harsányi visszaér, odaüt. Övéki a labda. Figyeljünk az ilyenekre, mert pillanatok alatt elolvatott az előny. Ez megint belemenés volt. Támadó szabálytalanság. A játékvezető, mintha a karatéban katázna, úgy mutatta meg, hogy mi történt, de Bánsági megint megpróbálja neki elmagyarázni, de azt hiszem, hogy nem nagyon kéne ezen mit magyarázni, hát láttuk. Egyértelmű támadó szabálytalanság volt. Marad az 53-48. Solti pedig közben kihasználja a kis szünetet arra, hogy megpróbálja föltörölni onnan a linoleumról az izzadságot. Közben figyelem itt az arcokat. Radovics Ricsi van itt előttünk. Hát az ő póker arcáról semmit nem lehet leolvasni. Temesvári Zsolti és Misek már picit fáradtabban mocorognak most ott. Fáradtabban veszik a levegőt. Kőhalmi, aztán Solti. Egy biztos, hogyha megnyerjük ezt a mérkőzést, akkor egy nagyon-nagyon küzdő FSS-ét győzünk le. Talán mindenki azt várta, aki ismeri a két csapat játékerejét, hogy
magabiztos budaörsi győzelem lesz, de hát nem adják olcsón ezek a srácok a bőröket. Harsányi, Bánsági, Muntár. Gergely, illetve Muntár szedi le, tehát saját labdáját, de az is lejön. Opa, Radovics kapott egy akkora pofontot Harsányitól, nem is értem igazából, hogy miért. Tehát értem én, hogy nem történt ott olyan, ami az alapszabálytalanságokban benne van, de hát azért ököllel fejbe verni valakit, az mégsem szabályos ebben a sportágban sem. Na mindegy. Kevés bírói hiba egyikének, most ezt érzem. Marad az 53-48. Bánsági. Muntár. Meglőtte ugyan, de lejött. Temesvárit meg senki nem zavarta. Így leszette, van még 10 másodperc a harmadik negyedből. Jó lenne még egy kosarat dobni. 5 másodperc, nem nagyon tud Solti megindulni. Talán egy triplát még Kőhalmi elereszthet. Lejön. Ez azt jelenti, hogy 53-48 a harmadik negyed után vezetünk. Ez jó hír, de nagyon-nagyon izgalmas utolsó negyed lesz. Jöjjenek vissza, vagy ne menjenek el. Nagyon érdekes taktikai utasítást kaptak az FSS-e játékosai a kispadon a szünetben. Pont hallottam, így hangzott, fussunk, mint az állat. Hát nyilván arra próbálják meg fölhívni saját maguk figyelmét, hogy nem kell feladni ezt a mérkőzést, és hát valóban nincs is rá semmi okuk, hiszen eddig remekül helyt állnak. Bár 5 ponttal vezet az utolsó 10 perc előtt a budaörsi csapat. Solti! De apám is a kezéből kiperdül a labda, de visszaszerzik Kőhalmi, Kuruc. Solti. Radovics próbál neki zárni, lábolt. Igen, meglepődtem volna, hogyha Sipos elindulhatott volna. Igaz, hogy nem volt szándékos láb, de hát mégis csak ott maradt, kvázi lekezelte a lasztit. Így aztán csak nem lett volna igazságos, ha ezzel elindul. Eltelt 20 másodperc, nem volt még kosár a harmadik, illetve a negyedik negyedben. Solti, Kuruc, de szépen fordul Gergely mellett, és sajnos kimarad. Harsányi, Bánsági. Toporog, toporog, de pont nem lépi el Harsányi. Az nagyon rövid. Kuruc, ezt hívják Homálynak. Kőhalmi. Adovics. Kicsit lehet, hogy túljátszottuk most ezt az akciót. Labda volt, mutatja a játékvezető. Szerencsére a labdaszerzés megzavarta az ellenfelet, úgyhogy jöhetünk újra. Egy perc eltelt a negyedik negyedből. Misek! Ez sem egybe. Gergely. És aztán Kuruc teszi fel a kezét. A passzoló Gergelyt akadályozta, aztán viszont nagyon sportszerűen felsegíti. Hát most a bent a tengely az ellenfélnél. Gergely, Bánsági és Muntár. Hát egyikükről se lehet már elénekelni azt a Varga Miklós slágert, amely szerint dúsájába tép a szél. Viszont ne felejtsük el, hogy ezek az öreg harcosok még mindig ott vannak, és még mindig NB-s meccset játszanak. Sajnos nem is rosszul, tegyük hozzá. Olyannyira nem, hogy Gergely most dobhat 2-t, és ezzel 3 pontra felzárkózhat az ellenfél. Gergelynek eddig 4 pontja volt, most már 5 van. 53-49. Ez is beesik. 53-50. Na figyeljünk oda, fiúk, mert most már nem szabad nagyon vacakolni. Kuruc, ez szép játék eddig, Radovics. Solti, Kőhalmi, beleáll. Hosszú. Muntár pedig leszedi, Bánsági. Solti, nagyon jó. És még megmenti, remek, Radovics. Gyerünk gyerekek, ezt kosárra kell váltani. Lejön. A franc figyel, nem jönnek össze a triplák ma. Van még 8 perc, 10 hátra, 53-50, Bánsági, a másik ötös Solti támadja, Sipos. Misek remekül védekezik rajta. Misek már úgy érzem, hogy nagyszerűen játszik ezen a meccsen. Most éppen Muntárt akadályozta, ráadásul szabályosan letelt a
támadó idő, de azt mutatja a játékvezető, hogy na mit mutat. Hát minden esetre a Duda azt jelzi, hogy csere lesz mind a két oldalon. A kékeknél Fábián, a miénknél Mogyorós jön be. És szerencsére kosár nélkül megúsztuk ezt a támadást. Radovics és Puhánka kommunikálott egymással az alapvonalon, aztán elkezdődik a játék. Solti. Solti azt kiválta a többieknek, hogy sima. Nyilván ez is egy figura. Mogyorós. Remekül megy vele Harsányi. Szegény Mogyorós Bence pedig, ha valaki gyorslábú, akkor ő nem tudta elvinni. Bravo, Kurulc, remekül mentette. És nyugodtan játszhatunk. Újra kezdődött a támadó idő. Ezt kiabálták a kispadról is, hogy játsz, játsz. Solti. Fábián támasztja ki. Aztán Kurulc megy oda zárni. Solti. Újra csak Kurulc. Gergely teszi fel a kezét, már azt, amelyikkel éppen nem szabálytalankodik, mert a másik ott ragadt Kurulc alkarja alatt. Kurulc. Hét perc 17 van, és 3 ponttal vezetünk. Nagyon nehéz lett ez a meccs, de egyúttal nagyon jó kis meccs. Ezt tegyük hozzá, Solti. Mondom, nekem Radovics mester nagyon hiányzik onnan a kis padról. Kurulc, bravo! Ő egy végtelenül nyugodt, szimpatikus, megbízható játékos. Évek óta az egyik kedvencem, bevallom őszintén itt a csapatban. Fábián. Sipos. Harsányi mellett elpattan. Elmehetünk 7 ponttal. Radovics saját kezéből vezetik ide, aztán megmenti. 3 pont. Ó, és bent van! Így nem 7, így 8 ponttal mentünk el. Radovics is 7 pontos, és hát a legjobbkor szórta meg az első tripláját. 58-50. Akkor, amikor 6,5 perc van. Muntár. Harsányi. Csak elfáradnak már ezek a kékek. Hát Harsányi nem fárad elő, olyan, mint egy kis perpétum mobile. Kis kellemetlen ellenfél jön, megy. Vékony dongájú, gyorslábú. Csere van az ellenfélnél. Gergely helyett Pólik jön vissza. Az alapvonalon pedig Muntár. Megérezték ezek a kékmezesek, hogy lehet esélyük a győzelemre. Pedig tavaly az egyik meccset, ha jól emlékszem, olyan 30 ponttal nyertük ellenük. De most érzik a vérszagot, érzik, hogy nincs elveszve ez a meccs. Muntár. Ez a negyedik csapat személyi hibánk, a következőnél tehát dobhat az ellenfél. Illetve hát itt is, mert hogy már dobás közben szabálytalankodtunk Muntárral, aki 15 ponttal bír eddig. De jó lenne, ha ez maradna is így. Hát nem marad. Egészen elképesztő százalékban használja ki, mondjuk 100 eddig a büntetőit, 58-51. Sívja oda Fábiánt, hogy gyere, gyere komám, ha kipattan a labda, akkor legyünk itt elegen összegyűjteni, de nem pattan ki. 17 pontos. És 58-52. Solti. Magyarós. Nagyon pontra kéne, pontosabban pontokra váltani ezt az akciót. Radovics. Ez most nem jön össze, de Magyarós összeszedi, és jó a kosár, és még dobhat is egyet, Bence. Bravo. Magyarós is 5 pontos eddig. Időt kér, még ha jól látom, akkor a miénk csapata. Na, 60-52, és jön még egy büntető, bravo Mogyoró hangzik ott a kispadon. Szóval a budaörsi csapat az NB2 közép-B csoportjában szerepel. Nem kimondott cél az NB1-B-be kerülés, de hogyha ez esetleg így történne, akkor sem riadnának meg a miénk. Persze akkor természetesen kellene egy edző, aki fölváltaná Radovics mestert. Teszem hozzá, hogy volt már olyan, azt hiszem 2 esztendővel ezelőtt, amikor szintén nem kezdett a szezonban. Ha jól emlékszem, Harta Viktor váltotta akkor őt, és aztán utána nem igazán ment a csapatnak, és Radovics József visszajött, és gatyába rázta a csapatot, és a szezon második felét már akkor is jól zárták.
Na, 6 percen belül vagyunk, 5:59 van még, akkor, amikor 60:52 az állás. Mogyoros és Radovics mosolyog. Nyilván Ricsi ezzel is próbálja a fiatalabb játékos társat nyugtatni. Azért fontos büntető ez, mert ha ez bemegy, akkor 9 ponttal elhúzunk, az pedig az utolsó negyedben már elég jelentős előnynek számít. Benn is van. Mogyoros Bence fél tucatnál jár pontban. Fábián. Hihetetlen, hogy Muntár mennyit bír az ellenfél hatosa. Az jó bejátszásot Póliknak, be is dobja. Aki eddig nem voltak pontjai, most hirtelen lett 2. Kuruc, Solti. Solti Dani szokás szerint nem kapkodja el. Misek, Pólik mellett, opa! A játékvezetőnek mutatja, hogy Pólik kirakta a fenekét. Gyere inkább vissza, Márk, védekezni, az most jobb lenne. Pólik, Fábián, Huntár, de szépen ment el. Ez a kosár szerintem nem lehet jó, mert lépéshibát mutatnak. Akkor viszont mi jövünk. Így is van. Marad a 61-54. Hamarosan belépünk az utolsó 5 percben a mérkőzésen. Solti. Radovics. Misek. Misek már megéremekül indul el. Könyökölés volt, mutatja a játékvezető. Ez csak a harmadik csapat személyi hiba volt az ellenfélnél. Ennek ellenére dobni fog Misek 2-t. Mondom én, de aztán kiviszik az alapvonalra. Radovics. Nem nagyon tudja kinek passzolni, aztán Solti. Harsányi szabálytalankodott vele szemben. Solti Dani, mintha föld körüli pályára akart volna indulni, akkor átrepült. Ebben akadályozta meg Harsányi szabálytalanul. Le is viszik őt a pályáról, Lantos jön a helyére. Ő is egy örök mozgós srác. Nagy László nem fogja elvégezni az oldalbedobást, úgyhogy valakinek oda kell menni. Magyarós lesz ez a valaki. Solti. Már csak 5 másodperc a támadó időből. Magyarós, el kell dobni. Misek. Sajnos ez lejött. Hatvan egy 54, 4 perc 38. Fábián. Lantos. Fábián. Pólik. Érdekes kis dobás volt. Aj, te Fábián, hogy szerezte meg ezt a lepattanót? Pólik. Az is lejön. Kuruc. Kuruc egyedül. Két ember között. Lejön. Nincs szabálytalanság. Most viszont... Jó van. Azt akartam mondani, hogy most viszont nem biztos, hogy visszaérünk időbe, de hát az ellenfél ugye azért nem az a gyors lefordulós csapat. 3 pontos, rossz. Kuruc. Radovics, 4 percen belül vagyunk. Továbbra is 61-54. Jó másfél perce nem volt kosár, Misek. Kuruc. Misek, de szépen állt meg. A szabálytalan úgy van, Pólik ütött oda. Nem is vitatkozik, fölteszi a kezét. Ez most már egész biztos dobás kell, hogy legyen. Na, gyerünk már, dobd be ezt a 2-t, és akkor jók vagyunk. Temesvári jön be nálunk, Kuruc helyére. Misek pedig dob 2-t. Rövid volt, picit, mintha kicsúszott volna a dobó mozdulat közben a kezéből a labda.
Ez jó. 10 pontos Misek Márk, különbség pedig 8, 62, 54, akkor, amikor 3-40 van még a meccsből. Fábián. Ojja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 j
ilyet, hogy jó, hogy nem tört le a feje. Hát repül, mint a kamikáze, fejbeveri, és utána csodálkozik. Nem nagyon értem. Sportszerű egyébként a mérkőzés, nem nagyon vannak benne az ilyen esetek, de ez most benne volt. Szegény Misek még mindig szédeleg egy picit. Reméljük, hogy azért ez nem fogja akadályozni abban, hogy pontokra váltsa a büntetőket. Ebben van, szép volt. 11 pontos. 63-54. Na azt hiszem, ha ez is bemegy, akkor megnyerjük a meccset. Úgy is van. Egy tucat pont Misek Márk neve mellett. Szerintem ma ő a mezőny legjobbja. Brusztól harcol, pontokat dob, védekezik. Ott meg nem történt szabálytalanság. Temesvári iszonyatosan rutinosan lát, hogy nem kell közbeavatkoznia, inkább csak elhúzódnia minél távolabbra a játékostól és a labdától. 3-15 van hátra. És 9-el vezetünk. Solti, Temesvári, Radovics. Szépen megy el Muntár mellett. Azért az öreg harcos csak elfáradta végére egy picit. Radovics pedig lépési vált vétett most. Bánsági jött be itt a végére még. Sipos, az előző nagy tockosnak a kiosztója. Pólig zár neki. A Misek iszonyatos tempóban követi. Az jó, nem jó, nem jó. Magyarul szedi le. Úgy van. Nagyon jó, hogy nem lett ebből pont, hiszen ezzel újabb támadáshoz. Hát újra támadhatunk anélkül, hogy az előzőből pontokat ért volna el az ellenfél. Hát nem hittem, hogy kikeveredek ebből a mondatból. Misek, szabálytalanság volt az ellenfélnél. Márk újra csak dobhat. Rá kéne tenni a lábára egy kilométer számlálót, annyit fut ma. És van már egy tucat pontja mellé. Marad. Jó lesz a következő, mondja. Úgy legyen. Radovics és Pólik pacsizik ott a kosár alatt. Ha nem megy be a labda, akkor ők ketten nagyot fognak ott harcolni. Nem harcoltak olyan nagyot, mert Pólik végül is elütötte. Misek viszont visszaszerzi. Így talán még jobb is, hiszen így támadhatunk. És mennek a másodpercek. Temesvári. Hoppá, Magyaros néz bele egy labdába. Sipos, nem kell bántani. Ajj, de szép mentés volt Solti. Lantos ezben van. Solti pedig akkor átmentett az előbb. Solti Dani újra. 2 perc 10, 64-56-nál. 15 másodperc támadóidő. Még egy kosarat kell dobni, gyerekek, ebben a 2 percben, ami előttünk van, és akkor nyertünk. Lehet, hogy anélkül is, de úgy biztos. Magyarós, hú, de messziről! Nem sikerült. Temesvári, bravo, leszette! Visek. 10 másodpercen belül a támadóidő. 1.40 a meccsből. Solti elveszti, Bánsági. Lantos. Dadog azért még itt ott a labda a kezekben, ezt azért lássuk be. Kell még egy-két edzés, egy-két bemelegítő mérkőzés ahhoz, hogy újra úgy pörögjenek a fiúk, ahogy tavaly. A labdabiztonság még azért nem az igazi. Magyarós Bence dobhat 2-t. Időkérés, mégpedig a budaörsi csapat részéről. Szóval az a helyzet, hogy ezen a mérkőzésen, ugye most nincs szakkommentátor, úgyhogy kénytelen vagyok én összefoglalni, hogy mit láttunk.
Arra számítottunk, hogy lesz egy olyan FSS-e, amelyik már regecske is egy kicsit, meg tavaly kétszer nagyon meg is vertük őket, hogy ez egy pont fesztivál lesz. Ehhez képest, és ezért minden dicséret megilleti a vendégeket, óriási erő kifejtése késztették a budaörsi csapatot. Azt a budaörsi csapatot, amelyik 64 pontnál jár így másfél perccel a vége előtt, tehát végül is elég sok pontot dobott, de amelyik azért büntető százalékban elég gyenge volt, 3 pontos százalékban elég gyenge volt, és hát helyjel közzel az összjáték is döcögött még. Ezzel különösebb baj nincsen, hiszen Radovics Nehárd elmondta nekem a meccs előtt, hogy majd úgyis jön még az új két srác a csapatba, akik nagy erősítést fognak jelenteni, meg hát még csak most kezdjük ezt a bajnokságot, mondta ő, össze kell szokni a fiúknak. És hát ez így is van, én azt hiszem, hogy eltelik még egy-két hét, és újra a tavalyi csapatot látjuk majd. Mogyoros jön be a pályára, Temesvári jön be, Solti, Radovics és Misek. Szegény Misek már, ahogy szokták mondani, a pórusain is a levegőt szedegeti, de hát iszonyatos, hogy mennyit futott a mélyénk hetese ezen a meccsen. Mogyoros Bence fogja elvégezni a büntetőket. Unter átküldi Temesvárit a túloldalra. Ő egyedül maradt fönn lepattanót szedni. De ha így dobja a Mogyoros, akkor nem kell majd. Bencének ez volt a 7. pontja. Ez meg a 8. És tisztelettel jelentem a kedves nézőknek. 10 pont a különbség, 66-56, másfél percen belül vagyunk. Szerintem megnyertük ezt a meccset. Ez a tripla is lejön, úgyhogy Solti szépen följöhet a labdával, még csak kapkodnia se kell. Lantos próbálja tőle elszedni. Nem tudja, hogy Solti Dani, azért nem olyan egyszerű feladat. 8 másodperc támadóidő. Mogyorossal gyorsan ketten is szabálytalankodtak a biztonság kedvéért, de már az elsőt lefújták a játékvezetők. Azok a játékvezetők, Nagy és Pohánszki, akikkel azt hiszem, hogy nagyon sok bajunk nem lehetett ezen a mérkőzésen. Egy-kétszer éreztem azt, hogy hát nem sikerült eltalálniuk, hogy mit kéne fújni, de egyébként kézben tartották a meccset, amikor picit kezdtek volna elharapózni az indulatok, mindig megfogták, úgyhogy én azt hiszem elégedettek lehetünk a teljesítményükkel. Mogyoros közben már 9 és 10 pontos. A különbség pedig 12. A végére csak sikerül elhúzni. Föltettem ott a második félidő eleje tájékán a kérdés, hogy mikor fárad már el ez a kékmezes csapat. A végére úgy tűnik, hogy elfáradtak végre. Vagy, ami szintén elképzelhető, a mieink lendültek bele a játékba. Szegény Muntárnak ez a labdája most lejön. 40 másodperc még a mérkőzésből. Solti. Radovics viszi előle az embereket. Nagyon érdekes jelenet volt. Solti. 8 másodperc támadó idő, amikor Solti Dani megindul és bedobja. 13 pontnál jár. 70-56 az állás. Hát majd amikor ránézünk erre az eredményre, akkor azt fogjuk mondani, hogy milyen könnyű kis meccs volt ez. Pedig hát volt itt olyan, amikor 5 ponttal is vezetett az ellenfél kétszer is. Hát minden volt ez a meccs, csak nem könnyű. De végül is jól sikerül az idénynyitó, a fiúk már pacsiznak, hiszen 10 másodpercen belül van a végéhez. A labdát is leteszi Solti Dani. Hát kedves nézőink, 70-56 arányban nyerte ezt a szezonnyitó mérkőzést a BDS-e csapata az FSS-e ellen. Én azt gondolom, hogy egy igazán szórakoztató jó mérkőzés volt ez. Természetesen, ahogy már utaltam rá, hibák még vannak, de én úgy érzem, hogy mindenképpen ígéretes ez a szezon kezdet. Ezzel én most megköszönöm megtisztelő figyelmüket, nézzenek bennünket, hiszen ebben a hónapban, októberben még közvetítünk kézi és röplabdát is itt a Budaörsi Városi TV-ben. Kínálat tehát van bőven, október 21-én pedig sportmagazin. Én most megköszönöm adásrendezőnknek, Milic Józsefnek és operatőr kollégámnak, Pallai Andrásnak a közreműködést. Eldézsi Zoltánt hallották a viszontlátásra, a viszonthallásra.